Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Hoztam nektek egy recept videót, és egyébként nem voltam benne biztos, hogy így a versenyfelkészülésem alatt produkálni tudok nektek bármit is, de ugye az éhség nagyúr, és kitaláltam a héten egy olyan annyira finom kis édességet, amiből még én is eltek néhány darabot, hogy úgy gondoltam, megosztom veletek, és akkor nyilván receptkészítés közben végre le is mértem, hogy miből mennyit tettem bele, mert ugye amikor először elkészítettem, akkor hát ez nem egészen történt meg. Nem tudtam, hogy ennyire finom lesz, de nekem annyira nagyon ízlett, annyira jól esett, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ebből csinálunk rendszert, sőt, akkor érdemes feljegyezni a receptet. Mutatom is, hogy mit hoztam. Kókuszgolyó, ráadásul áfogya van a közepén, nincsen benne liszt, klasszikusan vett értelembe, tehát búzaliszt, semmilyen kiörlésű búzaliszt nincsen benne, egyébként zapppehelyből készült, darált mandulából, kókuszból, kakaóporból, proteinporból, áfonyából, kávé, rumaroma, mit is tettem még velem? Szerintem más nincsen benne. Úgyhogy, ja, meg egy kis víz. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre, hozom nektek a receptet, csak figyeljetek. Először is zappehelyliszt kellene hozzá. Aztán darált mandula vagy mandulaliszt. Kókuszliszt. Kakaópor, rumaroma, áfonya, érdemes ebből a frisset választani szerintem, kókuszreszelék, sima klasszik egyébként, proteinport teszek bele a fehérje tartalom miatt, meg azért is, mert édesítésnek is kiváló, mivel hogy ebben van egy minimális édesítés. A kedvencem ez a magyaróvai ízű, úgyhogy én most ezt fogom beletenni, egyébként lepróbáltam már ezt a receptet, úgyhogy jó bele, nagyon finom szerintem, és kellene egy dupla adag presszó. Na, mondom, mennyi az a liszt. Darált zappehely is tökéletes, egyébként ugyanaz. Egy 100 g. Aztán most jön a darált mandula vagy mandulaliszt. Ez pedig 50 g. Most jön a kókuszliszt. Legyen ez is 50. Proteinporból egy adagoló kanálnyit teszek bele. Ez azt hiszem 30 g-os a kanál. Aztán a kakaópor. Ez legyen egy 20 g. Na, ez az. Oké. picit összekeverem. Amíg Isten igazából a mérleg már nem is kell nekem, úgyhogy ezt lerakom. Csak mert elsőre, amikor csináltam, akkor nem méregettem ki. Mert ilyen improvizálás volt, annyira jó lett, hogy úgy gondoltam, hogy akkor ezt megcsinálnám nektek videóba. És én szerintem egyébként még szilvával is tök finom lehet, ez most jutott eszembe. Ugye a rumaroma miatt ilyen savanykásabb gyümölcsök tök jók hozzá. Na, én úgy szoktam ezt csinálni, hogy belerakom a kávéba az aromát. Szerintem egy olyan 1/3. Bár, ha szeretitek jó rumosan, akkor a fele is belemehet. Bele is ment. No. De jó illata van. Jó, akkor ezt így hozzáadjuk. Némi víz valószínűleg fog bele kelleni. Nagyon-nagyon óvatosak legyetek, mert könnyű túlhigítani. Annyit még tudni kell ezekről az a pelyhes kókuszgolyókról, hogy nagyon-nagyon ragadnak készítés közben, de ez normális. Na most ezzel a dupla kávéval, ezzel ilyen állaga lett. Én azt mondom nektek, hogy egy nagyon kevés víz az mindenképpen kellene még hozzá. Szerintem egy ilyen fél decit öntöttem most. Körülbelül. Még lehet, hogy egy pici. Még egyszer annyi, tehát hogy körülbelül 1 deci ment bele, kb. De ez nagyon max. A halmos lesz jó. Még jó, hogy csináltam már egy párszor, és rontottam már el egy párszor, hogy tudjam, hogy amikor azt hiszed, hogy még nem elég bele, akkor már elég. Mert akkor utána megint rakunk bele az zappelyhet, aztán akkor meg túl sok megint vizet, aztán kétszer annyi lesz az egész, mint amennyi ugye eredetileg tervbe volt. Na, igen. Na, ez lenne a jó állag körülbelül. Valahogy. Egyébként csodálatosan hamar összeáll a dolog. És akkor most a kókuszreszeléket teszek egy tálba. És akkor úgy néz ki a dolog. Lehet, hogy bevizezem a kezem, az a tuti. Annyira nem ragad rá. Ráragad így is egyébként. Elveszünk egy kicsit. És akkor mehet bele egy jó, na, a legnagyobb szem áfonyát kiválasztottam. Ja, a vizes kézzel azért egy kicsit jobb, és ráadásul könnyebben rátapad majd a kókuszreszelék. Egyből rakjátok a reszelékbe, ne az legyen, hogy kigolyózzátok is utána, mert mivel ez nem olyan zsíros, mint amikor ugye a hagyományos az ugye vajjal készül, illetve margarinnal, de szerintem vajjal, ezért az ragacsos marad, ez viszont hamar megszárad, úgyhogy érdemes egyből kókuszozni. És igazából ennyi az egész. Szép nagy áfonyát választunk megint. Golyózzuk. Ja, így vizes kézzel azért annyira nem ragad rá, de szerintem olyan 3-4 golyónként érdemes újra öblíteni a kezet és vizezni. Ennyire egyszerű és nagyon hamar készen van. Ráadásul még finom is. Kész is vannak a kókuszgolyók. 9 darab lett belőle, nagyon hamar készen lett egyébként, és így bevizezett kézzel ugye még jobban ragadt rá a kókuszreszelék, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, most mehet be a hűtőbe. Kíváncsi vagyok, hogy hányan próbáljátok ki, hát így nyilván így tavasszal egyébként biztos vagyok benne, hogy többen is diétáztok, illetve nekiálltatok egy picit odafigyelni az étkezésre, úgyhogy remélem még időbe jött ez a receptem. Holnap szombaton nyitva vannak a boltok, úgyhogy szerintem még el tudtok menni, ha esetleg a kókuszlisz mandula, darált mandula nem feltétlen van otthon ugye mindenkinek, úgyhogy nyugodtan érdemes beszerezni, és akkor kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik, hogyha elkészítitek, jöhetnek majd a kommentek, ha pedig tetszett, akkor mehet rá a like, esetleg a megosztás. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Ja, és kellemes ünnepeket kívánok nektek!